Sziasztok! Újabb helyszínen jelentkezünk, ezúttal Fehérvár Csurgai víztározóról. Nem véletlenül jöttünk ide, mivel most már véglegesen eldőlt, idén is megrendezik az országos pontyfogó bajnokságot. És a három fordulóból ez lesz az első helyszínünk. Még nem volt lehetőségünk ezen a vízen horgászni, azért jöttünk, hogy megismerjük a partot, partszakaszokat, vizet, vízmélységet, halállományt, hogy tudunk horgászni, milyen távolságra, milyen formátumba, mit alkalmazzunk. Úgyhogy most neki is állunk, tábort verünk, és nekiállunk, elkezdjük az első fázist. Ahogy említettem, hogy nem ismerjük a vizet, így markerezéssel fogjuk kezdeni a napot. Hát ez a markerezés, ez az, hogy megismerjük az előttünk lévő vízterületet, ez több órát is igénybe vehet. Megtaláljuk a megfelelő részt. Na, most itt találtam egy jobbnak tűnő részt. Ez egész pontosan 52 méteren, 1 méteren egy van a vízmélységünk. Úgy gondolom, hogy megtaláltuk az alkalmas helyeket. Három különböző helyet kerestük, és három különböző helyet fogunk három különböző képen meghorgászni. Később jelentkezünk. A helykiválasztás után összeállítottam a spambolásra előkészített anyagokat, és most arra az irányra, arra a távra 10 spambot fogok bejuttatni egyelőre, kezdésnek. Thank you.
megérkezett délre az első halunk. Pontosabban a Feri barátunknak a fotósunk, aki ott van a kamera másik oldalán, ő fogta, és ő engedelmével megmutatom nektek, ha megengedi. Oh. Hát nagyon kondis ez a halacska. Oda köszönj a Feri bácsinak. Szia Feri! Hát ezt hozzád akar menni. A hinarak között. Az első füstölös kapásom Feri után, amit az előbb pont mutattam halat. Ezzel összegezném az elmúlt 20 órát. Úgy korábban említettem, három etetést, három stratégiát alkottunk. Egy közelebbit, egy metódmixeset, egy távolabbit, ami inkább mag, tigrismagyaró, mag bojli keveréke, és egy kettő között itt. Az a harmadik, amin a Feri horgászik. Fogtunk összesen benti etetésekről 5 darab balint, ilyen kiló és 2 kiló közöttieket, meg most egy 10 kilós pontyot, meg amit most fárasztok, remélhetőleg ez is ki fog jönni. És a pattyos etetésről megjött egy keszeg eddig. Picit többre számítottam, megmondom őszintén, de nyilván teljesen szűz helyre ültünk le. Még ez nem is egy bojlis hely, hogy most itt nagyon sokat horgásznának rajta. Ez egy napi jegyes hely. Szerintem belement. Nagyon elment balra, brutálisan. És ilyenkor kellemetlen a helyzet, versenykörülmények között. Akkor nem mehetsz ki a szektorodból. És csak térdig mehetsz a vízbe. És ahogy látható, itt tiszta hínár előttünk, itt kiszedni a halat, ez nem egyszerű, de én most utána megyek.
Olyan, mint hogyha le lenne akadva. Na, benne van a hínárba. Nem kell, mert pont alatta van, most menjek ilyen. Emeljed, itt fel át vagyok, akkor alatta. Az a száj... Hát, valami van itt.
lassan vége a horgásztúránknak, eltelik a 48 óránk. Sok halfogás után van a kedvenc részem, ez a pakolászás, takarítás. Ez gondolom nagyon sok horgásznak a kedvence, főleg, hogyha most ránk zúdul az eső és elázik minden. Ezt nem fogjuk megvárni már nagy valószínűséggel. Amiért jöttünk, azt nagyjából megkaptuk. Volt egy-két meglepetés is, amire nem számoltunk, nem számítottunk. Azt a részét még nem tudom, hogy jól fogjuk kiküszöbölni, de még fogunk még jönni ide, egyszer-kétszer biztos. Most egyelőre annyit tudok mondani, hogy félúton járunk a megoldás vele, nyilván. Ez majd a több horgász túra, több horgász próbálkozás fogja majd véglegesíteni az összképet számunkra. Úgyhogy ennyi fért bele. Fogtunk halakat, szépeket. Ennyi tudok mondani. Más egyébet nem. Pakolunk, folytatjuk a pakolászást. Nagyon jó dolog ez. Úgyhogy elköszönnék tőletek. Minden jót kívánok nektek. Sziasztok, majd találkozunk. Ja, elfelejtettem mondani. Következő részben pontosan be fogok számolni, mi történt. Csali, etetés, stb. Sziasztok még egyszer.